Köszöntöm nézőinket! Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, mutatom mai adásunk tartalmát röviden. 112 ajándék dobozzal készültek a Tamási Katolikus Általános Iskola diákjai Siklósi társaiknak. 540 ajándékkal töltött cipős dobozt kellett célba juttatnia a szociális központ munkatársainak. Diákok és tanáraik búcsúztatták a 2021-es évet a római katolikus templomban, Tamásiban. 60 tál babgulyással készült a szociális központ évvége alkalmával a rászorulóknak. A mai felgyorsult, pörgős mindennapjainkban sokszor elfeledkezünk az egyik legkézenfekvőbb ajándékról, mely mindig kéznél van és önzetlenül adható, ez a szeretet. Ezt élethelyzetünktől függetlenül képesek vagyunk adni, de nem árt, ha erre a gyermekek már kiskorukban példát látnak a körülöttük élőktől. A Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium általános iskolájának alsó tagozatosai meg is mutatták, mennyi önzetlenség lakozik bennük. Egy akcióval kedveskedtek egy másik iskola diákjai számára. Nézzük a részleteit. A Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium és Általános Iskola alsó tagozatos diákjai cipős dobozba csomagolt karácsonyi ajándékokkal tették szebbé az ünnepet a Siklósi Szent Imre Katolikus Általános Iskola nehezebb sorsú gyermekeinek. Cipős doboz ajándékok készültek, ez egy cipős doboz akció tulajdonképpen, nem a nagy országos akcióhoz kapcsolódva, ám mégis az Egyházmegye berkein belül iskolák közötti akcióról van szó, hiszen a Siklósi Szent Imre Katolikus Általános Iskolát támogatjuk. Ott zömében hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkoznak, és Kovács Józsi atya, aki ott az iskola lelkésze, ő kért fel minket, hogy esetleg támogathatnánk az ő gyerekeiket, az ő általa is tanított gyerekeket cipős dobozzal. És hát karácsony lévén természetesen kollégáimmal egyeztetve úgy döntöttünk, hogy beleállunk ebbe a dologba, és nagyon nagy örömmel készültünk. Úgy hirdettük ezt meg, hogy használt, ám még jó állapotú játékok, esetleg ruhanemű, egy kis édesség kerülhet a csomagba. Igazából nem tudjuk, hogy mi a csomagok tartalma, de hallomásból tudjuk a gyerekektől, hogy zömében új dolgokat vásároltak, tehát nem csak használt játékokat fognak kapni azok a gyerekek, akik ezeket a csomagokat majd átvehetik. A Siklósi Szent Imre Katolikus Általános Iskola minden diákja névre szóló csomagot kapott a Tamási Katolikus alsó tagozatos diákoktól és a pedagógusoktól. Kovács Józsi atyától elkértem az iskola gyermekeinek a létszámát, illetve ő névsort is küldött ehhez osztályonként, és úgy osztottuk ki a gyerekeknek név szerint. Kaptak egy nevet, és kaptak egy osztályt. Például Józsikának a második osztályból fogsz te készíteni ajándékot, és így készültek el a csomagok. Úgy próbáltuk összerakni, hogy lányok a lányoknak, fiúk a fiúknak készítsenek csomagot, mégis talán úgy könnyebb összeállítani egy-egy ilyen csomagot. Igaz, a végén már ez logisztikailag kicsit nehezebb volt, de meg tudtuk oldani, és áthidaltuk ezt a problémát. A gyerekek nagyon nagy szívvel és lélekkel készültek erre, hiszen mi katolikus általános iskola is vagyunk, és ebben az iskolában ugye nem csak az alap értékek vannak, hanem a vallási értékek is nagyon fontosak. Ezen belül karácsony tájéken ugye a szeretet az, ami itt az alapkő, és hát ez irányban mondtuk nekik el, hogy hogyan kellene készülni ezzel a csomaggal, és bizony volt akadt olyan gyerek is, akinek könny szökött a szemébe, amikor elmeséltük, hogy ez az akció miről szól, és miért van, és ezért nagyon nagy lélekkel, szívvel készültek és készítették ezeket a csomagokat. A Siklósi iskola lelkésze nem ismeretlenül kereste meg a tamási pedagógusokat ezzel az ötletével. Elsősorban azért, mert én is ebbe az intézménybe jártam anno, akkor még nem volt katolikus intézmény. Másrészt pedig onnan jött az ötlet, hogy én káplán vagyok Siklóson, Máriagyűdön, előtte pedig Komlón voltam, és Komlón működött ez az Angyalbattyú program, és szerettem volna, ha
a Siklós iskola és a Tamási iskola is egy kicsit közelebb kerül egymáshoz. Így kicsit megmozgatjuk a gyerekeket, megtanítjuk neki, milyen az a tevékeny szeretet, úgy adni, hogy nem is ismerem a másik embert. Rászorulnak erre az ajándékra, hogy ők is tudjanak adni, elfogadva érezzék magukat. És azért gondoltam, hogy a Tamási iskola erre képes, és szívből tud adni. A 112 dobozt ünnepélyes keretek között adták át a Siklósi iskola igazgatójának. Hát nagyon örültünk a megkeresésnek, illetve ennek a lehetőségnek. Ott a környékünkön, Dél-Baranyában sok szegény ember van, sok szegény család van, akik így bekerülhetnek hozzánk városiskolába, és természetesen a támogatás, a szociális megsegítés számukra is azt gondolom, hogy nagyon fontos. Igyekszünk mindent megtenni, minden lehetőséget kihasználni, és hát örülünk annak, hogyha valakik észrevesznek bennünket, azt a munkát, amelyet mi végzünk, és ezt még támogatni is tudják. Én nagyon hálás vagyok, és nagyon köszönöm a diákok nevében is, hogy részesei lettünk ennek a kezdeményezésnek. Én biztos vagyok benne, hogy a gyerekeink örülni fognak az ajándéknak. Már csak azért is, mert ajándékot kapni mindig jó, és mindenki szeret. De én azt gondolom, hogy tényleg adni is nagyon fontos. A Siklósi Katolikus Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy ez az akció is mutatja, hogy Tamásiban milyen nagy hangsúlyt fektetnek a gyerekek szeretetre való tanítására is. A Tamási Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, valamint a Baptista Szeretett Szolgálat közreműködésének köszönhetően 540 darab ajándékkal megtöltött cipős dobozt tudtak szétosztani a Szociális Központ munkatársai a járás 32 településére. Az összefogás nem új keletű, jönnek a részletei. A Tamási és környéke Szociális Integrációs Központ decemberi hónapja minden évben mozgalmasabb, mint az év más időszaka, hiszen ez az a hónap, mikor a legtöbb jótékony akció bonyolódik. A hónap elején osztottak szét a rászoruló gyermekek és családjaik részére tartós élelmiszercsomagokat, majd ezt követte a több száz ajándékkal teli cipős doboz célba juttatása. A Tamási Város Önkormányzata által felajánlott cipős dobozoknak is ugyanezt a sorsot szántuk, így a Család és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve központ munkatársai fogják eljuttatni a gyermekek és családjaik részére a cipős dobozokat. A központ is és a szolgálat is több településen lát el feladatot, a szolgálat 19 településen, a Család és Gyermekjóléti Központ pedig az egész Tamási járást felöleli, ami ugye 32 települést jelent. Sajnos azt kell mondjam, hogy rászoruló család sok van, illetve van a rendszerünkben, így megtalálni őket nem lesz annyira nehéz. Akik a mi látóterünkben vannak, illetve a kollégáink ismerik őket, tehát hogy olyan nyilvántartást vezetünk, és egy olyan ismerettség van a háttérben, ami alapján ezt azért a kollégák át tudják gondolni, és meg tudják fontolni. Rendkívül jól esik, akár a tartós élelmiszer csomagok kiosztása kapcsán, akár egy-egy cipős doboz kiosztása kapcsán. Volt már arra példa, hogy szülők, illetve idősek hívtak fel bennünket, és köszönték meg részükre ezt a gesztust tőlünk, illetve nagyon-nagyon sok kolléga jön vissza csillogó szemekkel, hogy mennyire csodálatos érzés úgy átadni egy cipős dobozt egy kisgyermek kezében, és látni azt, hogy mennyire örül az ajándéknak. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó érzés, és úgymond így visszajön egy picit a visszacsatolás tőlük. A cipős doboz akcióknak régre visszatekintő múltja van. Angliából indult el a kezdeményezés, azóta pedig a világ számos pontján teret hódított magának, köztük Tamásiban is, az önkormányzatnál is. Ez egy tavalyi akciónak a folytatása. A nagyon népszerű cipős doboz akcióhoz csatlakoztunk mi is, mint Tamási Város Polgármesteri Hivatala és mint önkormányzata. A nálunk dolgozók gyűjtöttek cipős dobozba hátrányos helyzetű gyerekeknek, és a Tamási és környéke Szociális Központra bíztuk ezeket a csomagokat, hogy juttassák el a Tamási és a Tamási környéki rászoruló gyerekeknek. Én azt gondolom, hogy ebben az időszakban, és ebben az időszakban is egyenesen kötelességünk, hogy segítsünk azokon a családokon, akik rászorulók. Jogilag Tamási kistérség leghátrányosabb helyzetű kistérség. Én azt gondolom, hogy ez a kép már így egy kicsit árnyaltabb. Tamási városára én ezt semmiképpen nem mondanám.
De Tamási környékén és a szociális központunkhoz tartozó települések közül van egy néhány, amely valóban még mindig a leghátrányosabb helyzetben van, ahol nagyon sok szociálisan rászorult, szegény család van, és hát nem véletlen, hogy nekik is szeretnénk eljutatni ezeket a cipősdobozokat. A cipősdoboz akció egy évtizede érte el hazánkat, akkor még Nyugat-Európából érkezett csomagokat kaptak karácsonyra a Baptista Szeretetszolgálat közreműködésével az arra rászoruló gyermekek. 2004-ben pedig a Szeretetszolgálat elindította hazánk első önálló akcióját, amely azóta Tamásiba is eljutott. Tavaly évben hirdettük meg először a cipősdoboz akciót, polgármester úr és jegyzőasszony segítségével. Idén is szerettük volna követni ezt a hagyományt, így a polgármesteri hivatal dolgozóival és a Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából összesen 540 darab dobozt gyűjtöttünk össze. Tartós élelmiszer, játékok, ruhák, tehát minél változatosabb legyen egy csomag. Édesanyám lelkésznő, és minden évben mezőszülöson is meghirdetjük a cipősdoboz akciót, és így próbáltam én is felvenni a kapcsolatot a Baptista Szeretetszolgálattal. A csomagok tartalmi összeállítása lehetővé tette, hogy az újszülöttektől egészen a fiatal felnőttekig ajándékba részesüljenek a tamási és környékbeli rászorulók. A Vőrc Ádám Általános és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és tanárai a 2021-es évet búcsúztatták el a Római Katolikus Templomban adott hangversenyük alkalmával. A diákok lelkesen készültek, hogy tanáraik segítségével ünnepi hangulatot varázsoljanak a templom falai közé. 21 műsorszám várt az érdeklődőkre, most pedig nézzük röviden az összefoglalónkat. A Vőrc Ádám Általános és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai 2021-ben a Római Katolikus Templomban léptek fel utoljára a nagy érdemű előtt. Az évzáró koncert hangulata illeszkedett a templomi atmoszférához. A templomi hangversenyekben mindig a barokk zene az, ami úgy gondolom, hogy stílusába odaillő, illetve amit ez az atmoszféra, illetve akusztika megteremt, az oda való. Úgyhogy ez egy elsődleges szempont volt, és hát nyilvánvalóan a sokszínűség az is. Tehát ahogy itt most éppen a gitár kamara játszik, de nyilván lesznek fúvósok is, zongoristák is, ének is, tanári énekkar is, szóval azért próbáltuk minél sokszínűbbé tenni a műsort. Most valaki mondjuk szeptemberben elkezdett ugye zenét tanulni, ő is eljuthat egy olyan szintre decemberig, tehát karácsonyig, hogy akár a tanárával ki tud állni, vagy egy kamara együttesbe ki tud állni, akár egy hangot kitartva. Tehát ez igazából úgymond hozzáállás kérése, tehát bármikor ki lehet állítani. Onnantól kezdve, hogy megszólaltatja a hangszert, és minőségi hangot, hangszint tud varázsolni a hangszerében, onnantól kezdve tulajdonképpen ki lehet állítani akárkit. Abszolút megbízom a kollégákban, tehát volt egy iránymutatás, hogy az elején is elmondtam, hogy barokk zene, karácsonyi dalok, ilyesmire gondoltam, amit aztán a nagy részét meg is tudtam hallgatni személyesen, hogy azért lássam, hogy miből fog összetevődni a műsor. De azért a kollégáknak azért van tapasztalata ebben, hogy most egy templomi hangversenyben mi az, ami odaillő, vagy mi az, ami nem odaillő, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel nem volt probléma. Az Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak igyekszik az iskola minél több lehetőséget biztosítani a szereplésre, amikor szüleik és a közönség jelenlétében prezentálhatják, amit eddig elsajátítottak. Ez most egy rázós időszak, ugye tudjuk, hogy a vírus azért itt közbeszól. A köznevelési intézményekre elég szigorú szabályok vonatkoznak, tehát ott az iskola falain belül nagyon nehezen tudunk most akár rendezvényeket tartani, a művelődési központ ugyanebbe a kategóriába tartozik. Azt gondolom, hogyha
ha majd lesz egy kis enyhítés a korlátozások terén, akkor egy kicsit több lehetőségünk adódik, illetve amikor majd azt mondom, hogy kijön a jó idő, tehát most ezt a telet valahogy így ki kell húzni. Én azt gondolom, a vírushelyzet az nem fog változni addig, a korlátozások se, és akkor amikor tavasszal, ha nyáron egy kicsit jobb idő van, akkor esetleg szabadtérbe is lehet gondolkodni, mert most egy kicsit megvannak kötve a kezeink sajnos. Könnyed dallamok, melyeket életre hívtak az alapfokú művészeti iskola diákjai és tanárai, felettették a 2021-es év nehézségeit is egy pillanatra a jelenlévőkkel. A Tamási és környéke szociális központ az év végén egytál melegétellel várta a rászorulókat a helyi rendezvénytéren. A kezdeményezést hagyományteremtő céllal hívták életre a szervezők, mely mögé helyi vállalkozók is felsorakoztak. 60 tál babgulyással, friss kenyérrel és pogácsával készültek a rászorulóknak, melyet a vírushelyzetre való tekintettel a helyszínen csomagoltak el az érdeklődők számára. A Tamási és környéke szociális központ alapfeladatai közé tartozik a rászorulók segítése a mindennapok folyamán, mely feladatot az ünnep közeletével különböző adományosztással is kiszélesítették, mondta el az intézményvezető. Ezt az idei évet azt gondolom, hogy talán sikeresen zártuk. Lehetőségünk volt tartós élelmiszert gyűjteni és adományozni rászoruló családok, illetve gyerekek részére. Több száz élelmiszercsomagot sikerült kiosztanunk még karácsony előtt, valamint Tamási Város önkormányzata segítségével több száz cipősdoboz szintén sikerült gyermekekhez eljuttatnunk. Úgyhogy ezt nagyon nagy sikernek könyveljük el az idén. A szociális központ vezetője egy helyi üzletlánc igazgatójával hozta meg azt a döntést még az ünnepi időszak elején, hogy közösen valósítanak meg egy meleg egytálételosztást a városban élő rászorulók számára. A kezdeményezés hagyományteremtő szándékkal hívták életre. Most először történhetett meg az, hogy egy tál meleg ételt tudjunk adni a rászoruló embereknek, családoknak, gyermekeknek. Ennek annyi a háttere, hogy egy helyi üzletlánc vezetőjének segítségével, Viola Szabolcsal álmodtuk meg ezt az ötletet, és valósítottuk meg. Így a két cég, intézmény összefonódásával születhetett meg ez a mai rendezvény. Szintén egy helyi vállalkozó segített az étel elkészítésében, babgulyás, pogácsával és kenyérrel a menü. 65 adag étel készült el, de azért készültünk arra is, hogyha esetleg többen látogatnának el hozzánk. Tamásinak viszonylag nagy a külterülete, így felajánlottuk azt is a jelentkezőknek, hogy biztosítunk 2 személyautót, ami folyamatosan rendelkezésre áll, és így a külterületen élő jelentkezőket is épp úgy behozhatja, valamint hazaviheti majd. A rászorulók számára nagy segítség volt, hogy az előzetes egyeztetés alapján el is hozták őket a rendezvénytérre, ahol személyesen vehették át az egy tál ételt. A 60 tál babgulyás mellé egy-egy jó szóval is készültek a szervezők, ami szintúgy jól esett mindazoknak, akik átvették a nagy szeretettel készült ételeket. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!